Hoppá! Elfelejtem, hogy nekem beszélni is kéne közben. Sorry. Amúgy nem, még gyorsan már csináltam. Tehát igen, volt, aki emlegette és kérdezte is, és mai napig tele vagyunk kérdésre, hogy mi van ma. Mi van ma most, meg hol van most a vágy, de most mit tudunk róla. De pontosan ezért a eddigi, mostani és jövőbeli változásokat minden szépen majd meg lehet, és ki lehet majd sajtolni Getroból. Nem mai nap folyamán, hanem amikor a Learn Play Win kupát sikerült lejátszani, juk. A srácoknak utána lesz mindenképpen egy faggatás Getro-tól, ahol szépen mindent majd el fog mondani, mint a Wildnek a csapatkapitánya, hogy mi is történt, mi is lesz, vagy mi nem lesz, vagy mi hogy, mi nem lehet, vagy akárhogyan is. Teljesen mindegy, a kérdésekre válasz majd, akkor meg lehet kapni. Addig, ugye én nekem töredék infók futnak be hozzám, meg hébe-hóba, tehát egyértelmű, hogy nem tudom annyira biztosan mondani, hogy mi várható, mi nem várható. Azt tuti biztos, hogy mindenre fény fog derülni, és meg fog tudni, hogy pontosan mi miért történhetett. Mi volt ugye? Hát azért mondom, nehéz lenne erről beszélni, és meg gondolom, még én sem tudom, hogy mi történt pontosan, vagy mi van, mi nem, de majd ezeket a felhőket majd el lehet majd szépen tologatni arrébb kicsikét, hogy ne legyenek ebből félrejtések, kérdések, stb. Mindenki fogja tudni. No, addig is az elsőben Nasus a Frogmite-tól érkezett rá egy Mundóban. Mundónk nagyon régóta több kupán is az elmúlt pár héten nem szerepelt, nem játszhat vele senki, mindig bannolják, de hogy trashek mindig vannak, az is hót biztos. És a Kazix-ban érkezett még Puzza, ismét egy V-ban, Sivana-ban és Alice-ban, ami 6 karakter banyan ez összességében a mai meccsen, mai második meccsen. Lissi most ugye nincs bannolva, az van, ettől függetlenül Döme ugye most jelen pillanatban ezen a kupán már nem fog játszani, ettől függetlenül Lissinje ki lett pikkelve, de bannolva és az előző meccsen meg főleg. És ugye Thresh megint van, Thresh Lucian megint van, jobb oldalt pedig, hogy a Lucian Blitzer, bocsánat, Jinx Lucian, ha Jinx Blitz érkezik, konkrétan a teljes előző meccset sikerül le másolni, legalábbis botlénen. De ugye itt még vannak választások, és Bujti végül Dravener jön. Őt fejezi be, őt pikkeli. Tehát befejezésképpen igen, egy Dravent pikkel. Mi az a pikk a kaszarinnál? Tehát... Na, szóval mi az a pikket? Na jó, oké. Okay. Jó. Jöttök, hogy lemegy a ban, addig elszívok egy cigit, mert már most meghűltem. Szóval egy másodperc, egy pillanat, jó? Egy két perc. Hát, öcsém. Mi az a pikkaszorinál? What?
Há, itt vagyok. Kirédzseltem magamat. Ha már sikerült ilyen hülyeséget mondani, visszajöttünk, ugye a számára szokásztak... Iszok egy pohár teját is. Na még egyszer. A Summoner Spell takarás levételéig nem sikerült eljutni még, mert pont időn visszajöttem. És nem is tudom, hogy akartam folytatni. Na, de mindegy, lényeg az, hogy most le tudom venni. Lehet, hogy nem kéne ma beszélnem, mert ma sem megy. Az elmúlt 3 héten nem ment amúgy, vagy én nem tudom. Mindig voltak bajok, a saját nyelvemben sikerült mindig megbotlani. Vagy elcsúszni rajta. A Summoner Spell, hogy lejöttek, takarás... A Summoner Spell takarások ugye lejöttek, Frogmite, aki Zekkel jön jungle-be, de bal oldalt láthatjuk ugye a jobb oldalt a miatt fel csapatát, a bal oldalt pedig... Hát ez kurva jó, már bocsánat, de... Akkor nézzük egy ágrajzot. Mert még mindig nem ez. Én próbálok nem hadarni, az én alapvető hibám az, hogy hadarok, de gyorsan... Tehát a Shaolin majmok játszanak bal oldalt, jobb oldalt pedig ugye a miért fáj csapata. Ez nem a te napod, ez nem az én napom, Pierce, így van. Köszönöm szépen az észrevételt, tényleg nem az én napom eddig, de reméljük, hogy majd később máshogy fog alakulni. Pedig kirédzseltem magam, a Summoner Spell takarások ugye lejöttek, így a 3 perces motyitájomban elment másfél perc, hogy sikerüljön kimondani 2 szót és a csapatnevet. Ez az igazi minőségi stream. Ugye? Tényleg. Maximális. Hantál Thresh Lucian jön botlane-re a majmoktól, a miért fájtól Jinx Blitzcrank páros Geller és Eragonis fog játszani. Ugye Getro... Az ott mi? Mert a Kassadin piknél ugye lemaradtam, oké, az nem lett még belokkolva, ez tény és való, de az az Akali, az ott micsoda? Már nem azért, de tehát Getrunak, ha Akali lesz a kezében, és az Akalival fog játszani, és ha azzal még ölni is fog, akkor egy új álmon fog valóra válni, hogy egy újabb karakter lehet Getrun nevéhez írni, de hát Getrun nevét így is sokszor emlegetjük, mindenféle ügyből kifolyólag, de alapvetően ugye a top az ő pályája. Most jelen pillanatban ugye még ezen is lehet filózni, hogy topra vagy védelem egy, mert igaz a Morde megállja a helyét mind a két lénen. De alapvetően én Mordét 5 éve nem láttam, Life is biztosan, tuti biztosan ősidők óta mides karakter, tehát Getro igazából konkrétan Akarival topra fog menni. Renekton ellen játszani, Nenzox ellen, Nenzox-al pont mai nap folyamán beszéltem, és mondták, hogy hát nem biztos, hogy ma jönnek játszani, de itt vannak. Csak jött a kupa, és a matchy time-unk az 2 másodperc már lejár, aminek azt mondja, hogy befog... Hát ne, nem! Miért tökemet csinálják, hogy ne, a saját nyelvet ne harapjam le! De alapvetően... tehát azt akartam mondani, hogy Nenzox-szal sikerült ma... Azt már elmondtam, mit akartam mondani? Ma se tudom. Mindegy, töltünk be. Jó? Ezt menjünk a meccsre. Hát, ha ott nem lesz ilyen probléma. Beváltunk. Lehet nézni a kereteket, addig átkerülöm a csapatneveket. Ja, lesznek itt ilyen Shaolin majmok. Shaolin... Monkeys. Hát, be tudom őket így is írni, csak nagyon picibe. Ha sikerül összehúzni. Nem sikerül összehúzni, akkor lesz ekkora. Hát így még elég hülyén néz ki, hogy rá rakjuk össze jó nagy nevet. Na, akkor lesz Shaolinnak. Shaolin-z. Így. Így. Nem. Nem teljesen azt jelenti, mint amit adtak nevet, de mindegy, így lesz. A Shaolinnak. Jobbola pedig miért fáj? Ó, miért fáj? Istenem. Hogy? Egy kicsikét feljebb csúszok mondjuk. Akkor széthúzzuk. Így. Tökéletes.
Mindenki megnézte a kereteket, mindenki csinos, mindenki nagyon szép. Akkor lehet ugye ezt a képet átváltani, és majd később az in-game kamerára átrakni. In-game beállításokra. Ez mi ez a Getro Team? Kérdezi Csabi Papó, meg utána jön egy Voyboy Pova. A következőt nem olvastam föl, van benne biztos valami igazsága, de mire igazából ezt ki is tudnám belezni, azért be is van töltve, és így Zack mindenkiben lejjebb csúszik, Morde pedig feljebb csúszik, Lee Sin lejjebb csúszik, Jinx lejjebb csúszik, Draven meg főleg, ők meg itt főleg, és itt meg megint csak főleg, és így mindenki a helyén. Tehát Akali, Renekton páros játszik toplénen, Zack Lee Sin a jungleben, Gragas Morde miden, Jinx Draven pedig botlénen, és mindenkettőt egy jó kis húzogáló, húzigáló support fogja támogatni. Ja, alapvetően nem, én mindig azt mondom, hogy én nem, hogyha már van egy trash pick, én biztos, hogy nem blitzet hoznék ki a saját AD carry mellé, de hát ezt az előző csapat is máshogy gondolta, ez is, akkor lehet, hogy az én gondolkodásom a szar, de ugye ez mindenképpen már önmagában egy elgondolkodható dolog. Esen teljesen jó a Shaolin Monkeysoknak Pierce. Hát akkor lesz Esen, hát azon nem múlik, én átírom. Solo mid. Ja nem. Jó, oké. Akkor ez is sikerül. Le kellene állni a tudatmódosító szerekkel. Az én alapvető hibá, haha Pierce. What? Gyere, menjünk cségózni, Pierce. Mondjuk lehet, hogy ott csak kusba kell lenni és lőni. Lehet jobban menne, de alapvetően nem. Most arra a lehetőség sajnos nincsen. Hibázz annál inkább. Míg Eragonist és Xodiaz bulliznak a jungle-be, a kék körül addig. Gerdar, aki szörcsen disztrózik a pályán. A Trinket-től búcsúzik. Ezek pedig felakadt robbanni, hirtelen ilyen izi hangot hallottam, ilyen Jara tornádó hangot, de végülis ez nem az. A Smite, az igen öcsém. A pause, a Smite pont egyszerre, hú de jól néz ki, amit itt Zeki közben produkál. Megy a chat, megnézzük, hogy mi a problém. Egy perc, Peténél probléma, pont lopnám a Reddedet, ídre Lee Sin. Hát, ha ezt a Smite-et Reddedet, ha te még ellopod, az király. Misszelt egy csét, kettő lett maradhat? Úgy tűnik. Ja. Hát mindenesetre pauz van, a Petérnél vannak bajok. Majd kiderül, mi a pontos probléma, addig is várunk, hogy a pauz lejárjon. A csömet is húzogatják, ír a Kick My Moon. Dugó megcsinálta, ír a víz, és Sanyi, a dugó az előző meccsen játszott, itt már nincsen dugó. Csak úgy mondom, jó tudom, hogy nem erre mondtad biztosan, de szeretek belekötni az ilyenekbe. Shaolin Monkeys egyenlő Samo. Samo! Igazából Samo! Chatbe írták, hogy ez sem a rövidítésük, csak Pierce nem vette észre. Bocsánatot kérek, meg is töréd, mert ugye a változatás fölül szépen. Tehát SM nevet kapták a Shaolin Majmok. És a miért fáj csapata, hogy az miért fáj, és miért fáj lett a csapatnév. Vagy a csapatnév miért fáj, vagy hogy Getro, Gela, Eragonist, Xodiaz és Life isnek miért fáj, azt nem tudjuk, de hogy ez a csapatnevük, az már biztos. Sa én vagyok. Sa of Hate. Az igen, itt lesz már copyright problémák. Hogy kinek mi a neve, és a Pauz most járt le, Pete valószínűleg visszajött. X Pete, de ugye ő azt kérte, még valamikor régen beszéltünk, hogy az ő neve az Pete. De mindenki Petének hívja, akkor ő Pete. Tehát X Pete. Nem X Peke, nem X Pete. És hát Morrit tényleg fényévek óta nem láttam minden játszani. A Life is nem olyan olyan produkál, ami emlékezetes lesz, ha már Mordiról van szó. Hát a Gertrude Akaliához inkább nem fűznék kommentárt, majd meglátjuk később, hogy fog alakulni ez a karakter fönn toppon. Például a Gertrude kezében az Akali, hát én kíváncsi leszek rá, miközben a level 2, Gellerikti már megvan a húzása, az jó bújt nekem, ez a flash-ről fog legalább fájni, kikerülni még a Jinx Root-a, valamennyire elment a Bear, és annyira flash-re még nem akart, viszont bújt így mehet haza.
Mert level 4-esen az egy poti, az túl sokat rajta nem fog segíteni. Farmon mindenképpen kéne valahogy. Hát Geller húzásának köszönhetően Pujti már hátrányból indul botnénen. Így 3 perc magasságában, de legalább a flash-ét nem kellett elnyomni, abszolút nyugodtan, higgadtan került neki a Jinx trútot. Amit például nekem nem sikerült volna, én abszolút ilyen greedy eszét, áh, menekülés! És akkor belejöttem az összes létező rútba, vagy flash-edem volna bele konkrétan a Jinx rútba, akármilyen trapbe, teljesen mindegy. Alapvetően Booty most mindenképpen egy számon ez bele kevesebb, és egy jó sok HP-a szintén. Kevesebbet kell beosztani a botnén, hogyha kint akar maradni farmolni. Jelen pillanatban csak 3 creeper marad el, 2-vel, 3-mal, és ez így fog körülbelül váltakozni. És megint közben egy pauz, megint valakinek valami baja van, mert nézzük, hogy mi a probléma. Telopil, az igen! Itt telefonálunk öcsém, itt elmegyünk afkolni, elmegyünk rage-elbe cigizni, stb. Van itt mindenre lehetőség is, ordinálisok időnk van, tehát akkor végül is várunk. Ezen Getro lefarmol a Renekton egy kemény creep-el. A Renekton pontot fog bukni, ha látjátok. Elment a Q-ja. Pont így elkezdi legyezni. Ez a creep az el fog elvileg csúszni és nem fogja megkapni. Nenzox. GG, Pierce, a fényév az távolság. Az igen, tényleg. Pierce, mi van az emotikonokkal? Készülnek, én megint próbáltam leadni, pontosabban beadtam egy ilyen avatárt, amit ugye szerettem volna használni ugye emotikonnak, itt ugye a subscribereknek, van legyen valami kis plusz még nektek. Azt is visszautasították. Most, amik most mondtak, hogy mi a baj vele, azt igazából nem érettem meg. Ez a Geller kap egy torony divizset, a Revon húzásának köszönhetően. Nem sikerült még, de úton van. Tehát azt mondja, hogy 18-18-as emotikont lehet ugye a chatre berakni ilyen sajátot. A lehetőség az megvan már. Csak eddig két próbálkozás nem volt megfelelő a Twitchnek. Vagy a szabályzat bűközött bele, vagy maga a kép minősége, vagy bármilyen probléma miatt akadt fönt a szűrőn. De neki fogunk állni újat csinálni, hogy lehessen szépen spamelni össze-vissza. Azt, hogy pontosan milyenek lesznek, hát... Próbáljuk mindenképp valahogy a streamhez kategorizálni az emotikonnak a mondani valójákat. Szodi az megjött a ninjába, kapásba lelkezik erre Zek is, ez a Getro Lens az fenn bullizik, Lissi még a hátsó bokorba csücsül, Zek most fog ugrani a húzásuk, ennenre Zekre fog ugrani, nem lesz elég az ugrásnak, Szodi az is megjött egyből counterbe, menekülnie kell jelen pillanatban a Shaolin majmoknak, Geller húzza be Frogmite-ot, Zek passzív fog kimenni, most megy ki, lehet a Zek taknyát lőni. Teljesen darabokban hullva, annyira zlaza volt a srác. Xodi az jelenben, már nem tudom menni, a Q még betalál. Zeki összeszedi magát és megy ki torony alá. Ez a counter gank, ez mindig a meglepetés tud lenni. Alapvetően ugye a Zek hamarabb érkezett egy picivel. És maga a feltűnése, amikor ugye eltervez ugye a Zek Lucian és Thresh valamit a Geller Jinx páros ellen. Geller, az most pont jó volt. Geller Eragmus páros ellen valamit elkezdés, hirtelen egy a harmadik piros HP-val mutatogató emberke felbukkan, önmagában már az ijesztő és rémisztő dolog tud lenni, és elgondolkodható, és mindenképp vissza fordítást kötelez. De alapvetően mégis úgy érzem, hogy a 3-3 ez jobban is elsőzett volna, kapásra mindenki fordult vissza, amikor meglátták ugye Lee Sin érkezés, meglátták Lee Sin. Geller húzza le közel, Revon, Zek megint itt van a környéken, Zek ugrik. Egy Gellerek flash-e nincsen, a Slov még pont elment tőle, Zektel húzás, meg van Geller, meg fog halni, és egy Geller a fölözbe, Draven viszi el, és ő 10 creeper le van maradva, ez egy kill, most mindenképpen neki egy egyenlítése bőven elegendő volt, és 300 gold el is fog repülni Jinx-el szemben, Revan pedig most ki tornázza magát kicsikét vardolgatni. Getro 36 creeper akarival fönn toppon, mi Renekton 33 alkali level 5, és ugye Renekton már meg lett 6-os, tehát már a következő perc, amikor Getro kijön, gyorsan kell neki ez a level 6. Mindenképpen kell már Renekton tartania. Early game-ben tuti. Azt, hogy mit game-ben, mit csinál a Renektonnal az Akali, vagy Akali a Renektonnal, a számára rejtély. Én nagyon régen láttam, sőt lehet, hogy még talán egyszer sem láttam tépecsen ezt a két karakter egymás ellen játszani. Ez, hogy a végkimenetel az mi lesz, ez nagyon sok múlik azon is, hogy alapvetően milyen a két játékos. A pikek az ugye mindenképpen csak egy alternatív. Hát nem is ez a tény, hanem hát ilyen kis rejtett szabályok, vagy rejtett
etikák, mit tudom én. Zek közben meg egy például Lionfish, egy flash-e van már neki, kiment az előbb Ignite, menti közben Gragasra, Lionfish-en is ott az Ignite, a Gragas ulti megy el, Lionfish most van kicsit bajban, Lee-szlének közép meg közben segíteni, hát Q-val lehetne befejezni közben Gragaszt, de az a Q az messze lesz, azt nem fogja biztosan, semmilyen formában sem befejezni ezt a Gragaszt, sem Xodi az, sem pedig Lionfish. Ezzel fent trédelnek össze-össze srácok. 38-48, mellettem még fél HP fölött, míg Getro fél HP alatt. Az a két játékosnak. Hát igazából, ugye Hextech-e, Hextech Garbrandt-e fog valószínűleg készülni majd Getro-nak. De hogy akarjának milyen pontos jó build, főleg topra és főleg Renekton ellen, hát mondja meg a jó Isten, de biztosan nem én. Akarjának milyen Renekton-nal szemben az első item buildeknél. De ugye Hextech Garmin az konkrétan megint csak egy olyan alap lehet akarulnak is, mint mondjuk Jaxnek embere válogatja, nem biztos, hogy... Lején láttam már votás akalit. Jó kis vota, jó kis manaregent bele, tegyük bele szépen. Tehát azért még mindenkinek hozhat meglepetés bármelyik játékos és bármelyik meccs. Negyvennyolc, 59 stopon. A jungle ugye teljesen forma. Geller próbál az a flash az úgy érzem, hogy talán kellett is, ugye a húzás, ami Geller nem ment ki, trash-re ment így ki a húzás, a más nem volt a láthatáron. Konkrétan ezt teljesen jól érezte Draven, hogyha az a slow betalál, konkrétan utána jön a húzás, és abszolút abból a CC-ben nem jött volna ki semmilyen formában, főre nem élve. És ennek köszönhetően az a flash, az most szerintem mindenképpen egy jó döntés volt. Főleg ugye egy creep nélküli lénen, ahol a Blitzfire érkezik felé, de szabadon tud húzigálni. Hiába van ugye a Draven-nál egy dobásod, mert arra tudsz valaki tessékelni, kicsikét megzavarni. Még Lucian-nál lehetett volna jobban menekülni flash nélkül, de a flash az kiment, ez már kár filózni. Sloth betalál közben trash-re. Na és Xodi azért megöltek bulizni a jungle-ben, Lionfish-en rajta van kicsikét a fókusz, főleg Zektől. Pete, akinek benne van mind az ultia is, mint pedig... Míg összespelje Xodi az fesse, és ugye passzívan nem volt Zeknek, fejezi be így Zeket, viszont Pete befejezi Lee Sin-t, és konkrétan így mind a két mides úgymond tessékelte és terelgette a két jungle-esnek a játékát, közben Getro bulizik a saját felhője alatt, és fesse kijjebb, Renekton megy utána toronyaná. Hát... jelen pillanatban Renekton útja azért mindig ketyeg, ha lejár, akkor talán tud Getro majd visszaszólni valamit Renektonnak, addig minden, mert mindig megy a party hard. Pete 75, Lionfish 96, és Getro megy most haza. Getronak pingel közben Lee Sin, hogy fogok érkezni, várjál, annyira ne siess. És most van alulról, hát valószínűleg egy piros szedés még lesz, addig Getronak ki kéne húznia. Közben Pete jelenti, hogy Lionfish vagy Vrétel, vagy hazament, és jön is pofátlankodni. És a nagy Vrétel is hozta közben Pete, ami Lionfish-te mindenképpen fejfájás lesz, és Getro most szedi le a torony közelében a creepeket, még mindig nem jött Lee Sin topra, és Getro már rég haza akar menni, és mégis pinget neki, és valakinek jönnie kell, és most fog jönni Lee Sin topra. Val jelen pillanatban csak itt kint van, közben Lionfish is bulizik, Bulletin közben rajta, összeszét, az Ignite el fogja vinni, a barrier most megy ki, az Ignite elég lesz, Geller fejezi be, Geller van most bajban, Getro közben halt meg topon Renekton által, Zek jött meg időben, Blitz halt meg, Xodias bulizik Renektonnal, betalál a Q, 4-3! Hát 10 másodban egyszerűen 4 kill volt, és ebből kettőnek voltunk a szemtanúja, a Slow nem talált Jinx-től közben. Frogbite is jókkal jött, Geller ugye magát kicsit túlszámolta. Az a flash, ajj, de szép húzat közben, Revolto elragasztott neki a flash-e, neki barrier is van még. A barrier bait az működik, közben Frogbite-ra próbál ő fordulni egymagába, Draven ulti közben kiment ide. Mindjárt jön vissza, figyelj. Önmagában ugye a tip, a terv az mindenképpen jó volt, hogy teljesen hátra küldi Jinx-et, és akkor majd belelépsz szépen Draven ultiba, de így nem. De konkrétan ugye majdnem, hogy 1v2-ben tényleg ilyen terelést láttunk Jinx-től. Lehet is közben kerülgeti a hordókat, a Gragas ulti az van, a Gragas Ignite meg szintén. Mind a két játékos jelen pillanatban tudna ölni miden, ez valamelyik jungle vagy valamelyik support majd fogja ezt valahogy máshogy előkészíteni és máshogy tálalni. Bicikletben közben a húzásra
Érkezik Lee Sin is, a Q... Hát ez egy jó Q volt. Szoktam én is ilyeneket lőni, ez a probléma önmagában nincsen. Ez a Getro 83, Nenzox 76. Viszonylag formafomra toppon a buli, és akar ugye már meghalt Reltonnal szemben, de Relton legalább befejezte Lee Sin, ha már másra nem tudtak, más nem tudtak összehozni. Ugye a Lee Sin gangbe halt bele, Akali, hoppá. De Draven jönnek el, a húzás mindig benn van. Bújték ki mostan bajban, 80-92, és jelen pillanatban a Jinx most kezd kicsikét így elszaladgálni. Volt eddig csak kis kriplőnyi, az a kill, aki már kellett, az hiszem szintén volt. És a második halál bújt, neki megint rakat tonna XP-től fog elbukni. És el kell köszönnie tőlük. Piten közben rajta Morda ulti. Azért volt itt agresszív játék, csak nem voltunk a szemtanúi. Getro megy közben a stun Electontól, a Q is kimegy fél HP-n, Getro közben lifestyle-en ezért próbál, érkezik Zac topra. A Ward az jó, a Ward az jó, a Relecton mozgásából ítélve, tudnia kell Getro, itt viszont valaki fog jönni. Az Echo-tere köszönhetően az első stackre már kiebb esett a pokol felé Getro, mégsem jött el a reagálás. És Flash-e neki nem, nincs már egy jó ideje, közben Xodi az pucolja ki a Vision Ward-ot itt Baronhoz közel. Láthassák, pontosabban ne láthassák azt, hogy ő merre csóválja a farkád. Közben Ragasz megy haza, és Botlin is megy haza. 106-83 Botlinen, Jinx javára Draven-nel szemben. Míg ugye Geller kétszer már meghalt ugyan. De azért jó pár halában, ami a Draven is rajta van, részt vett és tett hozzá. Mennyi ping érzett egy Valdra közben minden. Pilt, aki most kicsikét jobban áll. Neki ultia is van, az Ignite is benn van, Life is most lesz bajban. A Ragasz ulti most mehet majd ki is, fejezi be Life is-t. Life is 149, 129, tehát 20 clip javára, 20 clip volt a javára, egy kicsi XP is még pluszban. De a level 2-es ulti vagy a Ragasz már büntet, legalábbis damage-e mindenképpen van. És ugye a shield maximálisan jó leverésének köszönhetően az ultia már csak befejezése kellett Ragasznak és XP-tének. Úgyhogy most ő farmolhat, szórakozhat, Life is pedig halott. Getro pedig most kezd fájtolni a Renektonnal, nem tudom, hogy a Trace mennyire lesz neki jó. Alapvetően, ha már így ultizik a Renekton, az már semmiképpen nem jó neki. Na, hova megyünk, Getro? Hát, az Ignite rajtad van. Az Ignite ott is már, mindenkit játékosan rajta, az Ignite felhő ugye nincsen. Aztán az benn van, a Divis jön ki közben, Renekton jó a flash, Getro-tól is Renekton nem fog meghalni. Hát két 10 HP-s ember topon. Micsoda outplay-eg. Jézusom! Tehát itt igazán tényleg hajszálom, hogy bármelyik játékos meg, hogy rájátok minden spell jelen pillanatban. A toronyanat közben a flash az jó Lee Sin-től, érkezik Life is, kinn az Ignite, kinn az ulti, nem az Ignite még nincs kinn, bocsánat, zekedve pluszban. Life is tud még szórakozni, a Q betalál közben Lee Sin-től, csak nincsen HP-ja arra, hogy arra a Gragas, azt a Gragas bevállalja, miközben Geller bullizik a Thresh és Draven mellett, addig Jinx kapja a fókusz, az a Draven pedig ilyeneket üt Q-val. Jinx hal meg, az ulti, ami kiment Geller magával, nem igen fog vinni senkit. Érkezik közben Lee Sin, bújti, aki kergeti még, Lee Sin fog jönni Blitzflash-sel, a húzás még jó lehet. Át az a húzás két ember közé, így gólt lőt, a Q, ha betalál, akkor talán még Szodiáz is gólt lő. Mind a két játékos gólt lő, miért fájna, és senki nem fog lesz befejezve, hiába jött meg Lee Sin, 6-4. 700 góldal megy jelen pillanatban a Shaolin Monkey csapat, és mind a két játék, mint Geller, mint Xodiaz olyan szintű gólt sikerült lőnie a Q-val és a húzással, hogy szörnyű volt nézni, de hát hibák mindig vannak, főleg kettő egymás után két különböző játékos, ritka, de volt. Minden egyes streamen elmondjuk, minden egyes streamen vannak emberek, akik tapasztalják azt, hogy laggol a stream, akadás van, vagy ugye bufferelés, stb. A moderátorok segítenek, de mi is mindig bármikor el tudjuk mondani. Ez már úgymond tényleg olyan, mint egy ilyen esti mese. Mindig elmondjuk, mindig jó, mindig tök jó. Én is szeretem az esti meséket régen. Renátornak amíg ultia nincsen, már pedig most már neki van. Addig az Akali azért fáj, az ulti most fent ki, Getronok ugye energia az jelen pillanatban nincsen. Creepje viszont annál inkább, érkezik önnek Xodiaz, a passzívja,
Az a szlova az jó, a kújista elérsz, a dimizs nincs rá, Ignát ulti a fejezés. Szóval az ilyen pörgőrugásra így visszakézből mindenki, mert valaki fejezzé be az a Renekton-t alapon. Lizzy megtette, miközben Life is megint bulizik, ragasznak azért ultia, megint csak van az Ignát, mennek ki az ulti és kimenek közben Mordétól. Pete próbál fordulni, közben botén és buli van, Life is még mindig él, botén mindig buli van, érkezik be Zac. Bújti van most, baj van, Bújti már nincs fókusz, Bújti kijött a problémákból. Jinx, aki próbál menekülni, Gellerra még bajban, flashek nincsenek, Jinxnek van egy flash-e, Zac, aki még mindenképpen itt van és pofádalkodik Jinx-el szemben. Lee Sin nem fog érkezni, Pritz halt meg, beugrik Zac, Jinx flash-el, Jinx még mindig él, Jinx nem él, hátul közben a ragasztó próbál mindenképp Lee Sin még genkelni, illetve dive-olni már. Life is addig elment réteket szedni, 8-6, hát 400 gold különbség van, 18 percnél abszolút egál a meccs. Tehát konkrétan a stream lagolás, akadás, bufferelésre a megoldások azok ugye több fajták lehetnek. Alapvető általában leggyakrabban működő az a böngésző váltás, böngésző resi, vagy minden bezárás és csak a stream megnyitása, hogyha ugye streamet így szeretnéd. Meccseket is, és alapvetően ugye emellett még leginkább bevált az előzmények és cookie törlése szintén megoldhatja az átmeneti vagy a folyamatos lagot is. És ugye, hát még mondtak itt ilyen netresiket, ilyeneket a srácok, de hát az már nagyon a legutolsó megoldás. Közben megy a dragon. Miért fájtól? Érkezik közben a Gragas ulti is, a Lee Sin-re bele fog halni, aki flash jelen pillanatban nincsen. Hát hova megy a Lee Sin? Hát egy varrabbi mindenképpen lett volna. Talán, ja nem is fog vargja. Trinketje is mindenképp cooldownon volt. Hát talán ezt a varrat elérte volna. Itt még bent tudott volna mozogni. Onnan ide, innen oda. Egy kicsit szórakozni, de alapvetően kijönni onnan, mert nem tudott. Ez a dolog viszont teljesen jó volt arra, hogy nem egyenlítsen egy kicsit egy kis pici pár száz golddal átfejje a vezetést. Miért fel csapott a húzás mellé, ment trash-től, Life is van egy kicsit balben, ragasztak ugye ultia nincsen. Ezt ő is nagyon jól tudja, az a shield nem lesz elég. Hát ez a Morde most nem úgy szuper ahhoz, hanem Life is gondolta volna. Hiába van 200 subscribe-je, jelen pillanat ragaszt 4-0 vele szemben. A húzás trash-től az jelen pillanat még nem. Lesz, egy szek múlva lesz, lehet most húzni, a Jinx-t lehet húzni, hát Gellert sem kapta az a húzás. 132-157 botnél a két AD carry-nek a farmja, Getro, aki 164-el a 141-es Renekton ellen játszik top lane-en. Hát jól tartja magát, és azért valamennyire bünteti is Renekton, mikor, hogy. Hogy az elején majdnem, hogy ő le bedáj volna, az ulti, az kellemetlen Zac közt az egész pályát átugorja, viszont Thresh belehal a Jinx Burst-be. Bújti van most, ajván Bújtinak flash-e nincsen, beljére, viszont annál inkább semmi AP és torony van. Elragul viszont arra figyel, a torony be lehet ütni, és lehet tovább menni, így van, mennek tovább. Lisszel, aki még itt van a környéken, Gragas van közben mögötte, Q betalál. Gragasnak van most baja, visszább ulti, ez a pit fog így átcsúszik, Szodia nem tud utána menni, a Q nem talál. És így mindenki megmenekül konkrétan, a torony bedölt botnénen, Getropoli szórakozik topénen, míg Renekton ment haza. Renekton nem hal, pedig az ultiának köszönhetően volt elég HP arra, hogy az Ignite is ugye máshogy érződjön a testén, azon a pikkelyes hab testén, és konkrétan ő is megmenekült. És a midén is, mid-tower is meg lesz Life is által, ugye ő 13-as, míg ragasz 14-es, Life isnek egyre egy kije sincsen, azt hiszem, hogy is egy darab, viszont farmi az 230, azért az mindenképpen akad. Hát, még mindig számottevő a különbség. Tehát igazából, hogyha ránéztek mind topra, mind midre, és mind botra, mindenütt 30 creep, legalább, 25 legalább a farm különbség a miért fáj csapat javára, ami azért, hogy mondjam, tehát számottevő az alap, hát nem is tudom, hogy fejezzem ki, de mindenképpen ugye ez minimálisan ugye az egyéni skilleket tudja ez konkrétan bemutatni, vagy megmutatni, vagy ugye erről valamennyire betekintést nyerni. Alapvetően ugye ez mindenképpen ezt nem lehet elfelejteni, de függetlenül ugye hiába kevesebb felak ragasznak, az itt van egy Geller, aki segít mindenki, ami plusz a supportként, de Frogbite mindig jókor, jó helyen, és így bepottyan a taknyával együtt. Lisa, aki érkezik közben, Thresh is jön pluszba még. Itt lesz a jungle, itt lesz a super és a mid-es, mindenki itt van közel mid-en, Thresh, aki nem tud most húzni, a lantern dobja ki oldalra, Frogbite jön ki vele, és ragasz mentén még a Zac, a ragasz ulti,
És akkor nézzen, aki még bejegycsúszik a vrétekre, hogy megnézze, hogy ki is húzik, ki húzta ki azt a... azt a zeket, ki húzta ki, kérem szépen, hát teres voltam. Viszont mindig mocorok bent a jungle-ben, és lement ide bokorba, hogy ő itt mit akar, azt még jó is se tudja. De neki az ulti az jelen pillanatban cooldown-on van. Bármi is akar, majd a Q-hoz betalál, szép és jó. De ha oda beugrasz öcsém, akkor nem igen fogsz kijönni, az Hodziher hiába van dupla véd is, akár varrod is. Azért ott CC az van. Azért ott van egy Krokisztán, van egy teres dobálás, húzigálás, Draven, a Draven dobálás, a ragasz ulti az nincsen, de az mindenkiben fájna. Csak nekem van Epic Lag, közben látom ezt és kérdezik, igen, Titanium Mage, sajnos csak neked van. Hát Getro flash-elt egyet, az a biztos. Itt már békesség, nyugalom. Bokrok, erdők, virágok, fák. Sehol se egy enemy. Egy igazi PvE szerver, ugye Getro? Ez most itt tök jó. Senki sehol a környéken. Hát igazából arra flash-e szükség volt, mert azért Zac Relector egyik sem egy olyan karakter, amit mondjuk Getro hirtelen el tudna pucolni, leradírozni. Jelen pillanatban mindenki az adik kérdés, talán ragasz az, aki neki egy megfelelő ellenfél lenne. Ugye a Zeggenbe az előbb nem szalad bele, most viszont annál inkább... hát Getro rajta az Ignite, az a felvőn le fog állni Getro. Az ugrás még jó, aztán az még pont nem talán flash-elni kell, Renatónak így viszont talán valamennyivel jobban járt Getro, hogyha már neki sem volt flash-e, most már Renatónak sincs flash-e, lehet, hogy meghalt. Tehát bármilyen lehet ezt építeni, Getro meghalt. Tehát 2-2. A Renekton 4 és Getro pedig 0-2. Na, egy Gragas tisztint találkozó közben itt. Ez egy instant fél HP volt. És egy Gragas ulti ki sem ment. Geldalak itt, ami a környéken próbál segíteni. A Thresh-nek a flash-e jó, a húzás annál inkább jó lett volna, hogyha az betalál. Lissi pedig ma azt se tudja merre menjen, de valahol ki kéne menekülni. Geldal ulti fel közel a Gragaszt. Gragas van jelen pillanatban közel. Érkezik rá Lifefish is még. A Q is betalál Lissit. Ha a Lissin az beúrja, akkor ahhoz meg fog halni. És közben Jinx bulizik hátul Dravennel. Ott a Lee Sin Q, azt fogja befejezni. Thresh-t fogja közben még befejezni. Kiment Lifefishnek az ultia, az ignite-ja is. Hát 2 a nulláért, de itt azért még szerintem ők sem tudták, hogy ki kéne fókuszálni. Aztán valahogy sikerült ugye a Jinx Draven egyvédre beleszállnia Lee Sinnek. Közben Zac ugrik. A Slovaz még talán kimél Jinxre. Igen, a Slovaz rajta van. Ragasz ulti az már ugye nincsen. Geldel, aki még itt Szodi azzal kézen, ha pucolják a vardokat, és hogy négyen vannak jelen pillanatban a Dragonra, ha Lionfish is letornázza magát midről, amúgy csak hárman. Van rá egy vard, Zac is itt van a környéke már, de itt van erre teljesen nyugodt Smite is kimetett volna, ha lett volna Smite. Mondjuk a Zacnek az ugrása az még cooldownon is volt, és még a közelben sem volt. Ja, abszolút egy nyugodt Dragont hozzá el magának a mérfáj csapat. És a kéket Jinx viszi el. Vagy Jinx kapja meg. Teljesen minden, de Jinxen van. Melyik mindegyik kombinációval lehet törölni a kukikat Chrome-ba? Első válasz, Alt F4. Hát ilyen segítőkész emberek is vannak persze a cseten. Hát na. No. 229 a 170 creep arány botnénen Jinx javára. Topon pedig már az egy kicsikét Getro száján visszább lett kicsikét püfölve Renektonnak köszönhetően, főleg az Akaliával együtt. Ugye 20-as creep különbség most már csak ami van kettőjük közt, eddig ugye 25-30 és 35 közé volt tehető. Egy picikét lejjebb darált a Getro hátrány, Renekton a hátrányát Getroval szembe. Getro majd most fog farmolni csak. Lee-szen, aki itt a varon átrohangált Life és találkozik közben Frogmite-tel a jungle-ben érkezik, hogy kapásbrok Sodi az kinn a trinket, az a kék az mindenképpen el lesz loppa. Geldal, aki húzni próbál, vagy szeretne kéket felszedte most Lionfish cooldown miatt, az se rossz neki persze. Geldal, aki most talán tud egy jót húzni és elkezdene egy fight, mert jelen pillanatban az előny, az mindenképpen miért fájt csapatánál van, tehát a fájtot kezdeményezni nekik nem lenne túl nagy baj. Ettől függ egy toronyalap mindenki ugyanúgy hátrányos játszani, attól a tower be fog dőlni. Frogmite, aki a creepek mellett táncol. Érkezik ugye Gragas, érkezik Renekton is majd.
míg Getro ide se fog érni, Life is kapja a fókuszt, Life is kin az útja, Life is flash-re és a Dravenre. Life is próbálják arrébb tessékeni, bele is halt, bár Draven is meghalt közben, hátulra lehet, hogy két embert próbál kizónázni, hátra semmi HP és trash, Lee-színre jön a ragaszt, a befejezése, 2-1 élemtől, és Getro még mindig nem jön, Getro mindig toppon van, ragaszt csúszik le, a slop nem talál, és Geller Jinx, aki még jelen pillanatban 3-re tud játszani, ugyanis az Zac megy haza, Getro addig pusholt toppon. Rájátod, hogy megjött, rájátod, két ember zónázott ki Jinx-t és Gellert. Hát az a húzás az nem volt a legjobb a közé sorolható Revontól, de a próbálkozás annál inkább a Satoshi és a kritikál mindenképpen fájt, amit Nenzox kapott. Gellertől a húzás most mellé, és a Jinx, aki így trapje, nincs mire lapozni, nincs mire építeni. Szóval talál Jinx-től, hogy az a Jinx szóval az mindig fog fájni. Mindig kellemetlen probléma lesz egy Jinx szóval bekapni, mert arra lehet szépen alapozni, és az fog fájni. Gellert közben kicsikét kapja az Zac-től az áldást, kapásból rátaposott erre a Ascension-re. Talisman of Ascension, de én ilyen modern surulidának hívom. Egyre megy, bejavol a Spirit, az szóval tök jó. Közben Getro Jinx szerette volna megnézni, milyen duózni a baronnal. De ugye Renekton érkezése az kicsikét megfélemlítette őket. Vannak köszönhetően ugye itt már látható volt, hogy Renekton az fog jönni, és jött is. Ugyanak egy búcsú ponttal. Jinx 3-2, Draven 3-5. És 60 creep különbség van Jinx javára. Hát húzás jó Zac-re, csak kérdés, hogy mit fogunk tudni vele kezdeni. Kedves Geller. Jön a trash és közeg ellen, kicsikét mélyebben van a fightban, Gragas, aki játszik Getroval, Renektorral együtt, Getro megy tovább, bújtőre a szívefejezet, bújtőt Getrotól, ez most egy szép mozdulat volt. Trash, aki most mindenképpen szeretné még meghúzigálni, Getro ultik vissza és flash-el ki, ez mindenképpen outplay volt Getrotól, és lehet tovább menni, Trash-en rajta a fókusz, Getro fejezi be, Renektorral is van baja, Getro, aki most őt is befejezi, double killezik, és 4-0 jelen pillanatban. Hát Getro kapta a fókuszt, és konkrétan pont ennek köszönhetően Getro játékának így most teljes mértékben totál out of control volt. Hát esély van befejezése, a kivitelezés már annál kevésbé. Botnin Tower közben bedőlt, Inha is bedőlhet még, arra viszont idő az van, és lehet vissza menni. Baronozni és majd befejezni, hogyha a miért fáj oldalára nézzük. Ettől fel XP 5-0-ás. Life is pedig 350 creep-el 30 percnél. Csinos. Hát igen! Mondani is akartam, hogy Pete ahhoz képest, hogy 28 kill elment, neki asszisztja egy volt, és halála még egy sem. Hát eddig tartott, nem a Zac-tól pont nem megy ki, és Szodi az összes isteni imád elmondta, hogy elmes, és le kell meghalnia. Azért egy assziszt nélkül Junger, az nem biztos, hogy mindig a legjobban működő dolog. Ettől függetlenül Szodi, az megint megúszta, és szép a játéka. Zac ugrik ki, Zacnek flash-e nincsen, Zacra a húzás nem lett volna rossz. A Thresh Lantern mindenképpen ez teljesen máshogy korrigált és teljesen más alakította át az aktuális helyzetet, és Aragonista jelen pillanatban 260 creep-el, 71 creep-el vezet Draven-nel szemben. 3-2-5, orbitális különbség van a két addikéri DVJ közt. Én már önmagában a Bloodthirst-től, ugye az még szép és jó, de a Last Whisper, ami különbséget tesz a két játékos között, a két addikéri közt, amit nem lehet elfelejteni és nem lehet elsiklani fölötte. Pitbullizik Gellerrel. Geller egy teljesen egy... az jó volt! Az pofás volt, de ragasztabik azért egy ultia van, de most már az ulti odébb fogja lökni, nemhogy visszább. Hát Geller abszolút megszívatta itt a népet. Kezdve Draven ulti ment ki a baronra! Hát nem sokan múlott, hogy jó legyen. Ez a baron megvan. A Jinx ulti viszi el Draven, közben Geller addig szórakozott, amíg a társai leboronoztak két személyében. Jinx pedig megjött játszani még. Pit
Pitnek jelen pillanat még ultia van, Petének, bocsánat, nem Pitnek a húzás jó, Zekre kiment a fókusz kicsikét. Az Ignite is ketyeg rajta, passzív már nem volt így, Zek így rogy. Három jelen pillanatban négy emberrel, és érkezik majd lassan Getro föntről, bocsánat, Xodias föntről. Vízszínnel kézen fogva, de addig is tolják. Na szóval, Xodias Vízszínnel kézen fogva, most hallgatom magam vissza. Most voltam fel, mit mondtam, de mindent a life is, és Lee-Sin akart jönni topról, addig még a 3-0-ja csere megvolt, és végén az első ész, és így befejezem esetre a mérfány csapata 24-jel, majdnem 18k gold különbséggel, Getro Akalival, és 7-2-es Jinx-el, 280 creeper és 373 farmos Mordekaiserrel, 33 percnél. Hát ezek voltak a legfőbb jellemzők a mai meccsről, a mai második meccsről, egy kis szünet, és jöjjünk vissza a ma este harmadik meccsével, addig is peace!